Kicsik és nagyok, fiúk, lányok egyaránt itt vannak a táborban. Komoly munka folyik, mindenkinek a figyelme az edzőkön. Ez jó alkalom, hogy továbbfejlesszék tudásukat, sportosan töltsék a szünidő napjait. Megpróbáljuk megütni a labdát, rátesszük a csuklónkat a labdára, tehát most nem a kezébe ütjük, hanem rá a talajra, leütjük a talajra a labdát, jó? Föntről, hátul a kezem, és föntről kiütöm a labdát. A röplabda sportág is sok jó eredményt hozott az elmúlt szezonban. A legutóbbi sikert az U15-ös fiúk érték el, akik közül most is itt vannak néhányan. A csapat nagy reményekkel kezdett a bajnokságban, de a harmadik hely, a bronzérem igazán kitűnő eredménynek számít. Igazából augusztus óta keményen készültünk, a célunk az volt, hogy az 1-6-ba bejussunk, főleg az alapszakasz után, amikor megismertük az országnak a többi csapatát, akkor rájöttünk, hogy igazából egy nagyon erős bajnokság vette a kezdetét a szezon elején, ezért is volt az, hogy csak a 6-os döntőt céloztuk meg. Amikor bejutottunk a 6-os döntőbe, akkor igazából vesztenivalónk nem volt. A fiúk nagyon oda tették magukat, betartották a pihenőidőket, igazából a készüléskor is volt, amikor hétvégén felnőtt meccs előtt, felnőtt meccs után edzettünk, volt, hogy heti hetet edzettünk, tehát nagyon készültünk erre az egészre. És aztán, amikor bejutottunk az 1-4-be, akkor egy álom vált valóra, egy olyan dédelgetett álom, amiben igazából az ott lévő 14 fő a két edzővel együtt csak dédelgette igazából. Amikor bejutottunk az 1-4-be, akkor pedig a bronzéremért játszhattunk. Azt hozzá kell tenni, hogy a döntőbe jutásért a Kecskemét ellen maradtunk alul 3-2-re, aki pedig a bajnok lett, és az egész torna során csak nekünk sikerült szettet elvenni, méghozzá kettőt. A bronzérmes meccsen pedig Kunhegyes ellen játszottunk. Nagyon kiélezett párharc volt, volt egy szett, amit 38-36-ig húztunk, 3-2-re sikerült nyernünk. Nagyon elégedett vagyok a csapattal, nagyon büszke vagyok rájuk. A 12 fős keretből kettő játékosunkat behívták a magyar nemzeti válogatottba. Az egyik fiunk most itt van a táborban, neki véget ért az első turnusa. A másik gyermekünk pedig most vesz részt Szolnokon a Bodonyi Ákos által vezetett válogatottba. Az előbbi az Óhidi Rihárd, aki pedig már velünk van, ő pedig a Tóth Kristóf. Ilyen eredmények után mi várható a következő szezonban, hogyan készülnek? Teljesen ki fog cserélődni a csapat, mivel 4-8-osunk volt. Ők kiöregedtek a gyermekcsapatból, így a serdülőben folytatják tovább. A minisek jönnek fel hozzánk a gyerekcsapatba, tehát egy teljesen új taktikát, technikai elemekkel bővíteni a csapatot. Nagyon nehéz dolgunk lesz, de azt gondolom, hogy újra álmodhatunk, és járjuk az utunkat. A tábor is azt a célt szolgálja, hogy az eddigi sportsikereket tovább éltethessék. Alapozás, közösség, kovácsolás. Ez a tábor már évek óta folyamatosan zajlik. Általában júliusban szoktunk tartani egy kéthetes tábort. Van egy turnus, két turnusban, és ez egy ilyen felkészítő tábor már úgymond az alapozó edzésekre, ami majd augusztusban kezdődik. Kik a résztvevőknek a köre, honnan jöttek a gyerekek, csak sümeghiek? Nagyjából az egyesületünknek a játékosai, de jönnek majd a második túrusban, jönni fognak Nagykanizsáról is, Szombathelyről is, úgyhogy még várhatóak vidékiek is. Milyen programok lesznek a táborban? Mitől tábor ez a tábor, és nem csak edzés? Hát a röplabda edzések mellett tehát kitalálunk másféle játékos mozgásokat is, meg például most szerdán majd, ha jó idő lesz, akkor a strandra is kimegyünk, és akkor ott a strandröplabdát is kipróbáljuk, és a parkröplabdát is, amit a füves részen játsszák. Mit tartogat még az idei nyár a röpiseknek, a röplabdát kedvelőknek? A tábor után szervezek Gyenes Diáson egy strandröplabda bajnokságot is, és onnan is nagyon sokan jönnek. Hát nem csak az egyesületünkből, hanem vidékről is, más egyesületekből, Dágról, Kaposvárról, Szombathelyről és leány és fiú vonalon. És nyilvánvalóan a nyár vége pedig már az őszi felkészülés jegyében zajlik, hiszen nagy reményeik vannak.
Igen, augusztus elején, augusztus 4-től 11-ig már Balatonfüreden edzőtáborozunk, az már az egyesületi csapattal, és ott napi 3 edzéssel kezdjük meg a felkészülést, és augusztusban, amikor visszaérünk, tehát az edzőtábor után, akkor itt a helyszínen napi 2 edzéssel próbáljuk fenntartani a továbbiakban. Na és milyen volt az idei szezon összességében a gyermekmini és serdülőkorosztályban? Hosszú és fárasztó volt, de megérte. Hát a napi edzések mellett ugye minden hétvégén szinte versenyünk volt. Voltak jó pillanatok, rossz pillanatok, ez mindig bent van a sportban, de hál' Istennek a legtöbb az mindig jól sikerült. Tehát a bronzérmek mellett ugye vannak egyéni teljesítmények is, például, hogy a gyermekválogatottba behívták Tóth Kristófot, a serdülőválogatottba pedig Óhidi Rihárdot, valamint jó magam része is engem is behívtak a gyermekválogatottba, mint másodedző. Hogyan lehet összehasonlítani a válogatottban szereplő gyerekeket a sümegiekkel, tehát hol vannak az azonosságok? Ugye 2005-ös, 2006-os születésűek vannak, például akik magasabbak, vannak akik erősebbek, és azokat a gyerekeket, akik meg ügyesebbek is, azokat a játékosokat így felmérő alapján összegyűjtötték, és akkor egy 30 fős kerettel indultunk neki, és akkor ezt majd így szépen lassan szűkítjük le az augusztus végére. És mit jelent számodra ez a kitüntetés, mert hát azért ez egy óriási dolog? Én is voltam már ugye magyar válogatott játékosként is, előtte 2 évvel ezelőtt is már voltam edző, másodedző, és nekem ez mindig nagy megtiszteltetés, hogy a Magyarországot képviselhetem. Milyen volt ez az évet, Kristóf, hogyan lehet összegezni? Hát szerintem ez az év nagyon sikeres volt, mert a Diák Olimpián és az OGB-n is egy bronzérmet szereztünk, és ugye nekem ez volt eddig a legsikeresebb évem. És annál is inkább, mert hogy a válogatottba is bekerültél, ez mit jelent számodra? Hát nagyon örülök neki, és nagyon megtisztelő, hogy beválogattak, és ez nagyon, nagyon, nagyon sokat számít nekem, mert nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar bekerülök. És milyen volt az egyhetes tábor, az egyhetes edzés? Hát napi 3 edzésünk volt. 5:30-6 keltünk minden nap, elmentünk futni, és utána 2-szer edzettünk terembe. Elég fárasztó volt, de szerintem megérte. És milyen ott lenni az ország legjobb röplabdásai között? Hát nagyon jó, mert most már kezdünk összehangolódni, és szerintem a nyár végére már össze leszünk hangolódva, és jó lesz a csapat. És milyen terveid vannak a röplabdával kapcsolatban? Mit szeretnél elérni? Ugye most 7-es vagy, tehát még egy év itt, aztán hogyan tovább? Utána szerintem ide a gimnáziumba fogok jönni, a Kisfrodi gimnáziumba, és utána pedig utána kiártam a gimit, akkor megpróbálok egy NB1-es csapatba elhelyezkedni. Mi a legfőbb cél? NB1-es válogatottnak lenni. Készülünk a gyermekválogatottal is, tehát most van egy hét szünet, utána megyünk vissza Izsákra, ahol ott is napi 3 edzéssel készülünk a válogatottal, majd egy nemzetközi tornán Debrecenben veszünk részt augusztusban.